Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, ebben a videóban Emma Watsonnak szeretném megmutatni egy nyilatkozatát, amelyben arról beszélt, hogy szerinte a férfiak miért nem fogadják el a feminizmust, vagy miért nem fogadják tárt karokkal olyannyira, mint ahogyan a nők. Mindemellett megpróbálom elmagyarázni, hogy szerintem mi az oka ennek, és miért történik ez, valamint elkalózolok mindenkit egy partira, máltára, mert azt hiszem, hogy egyért lesz a válasz az ott látottakból, hallottakból, a történetekből, amelyeket elmesél nekünk a The Sun. Mielőtt nekivágunk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban annyit bizonyára kitalálta mindenki, hogy ez a videó 18 éven felülieknek ajánlott, nem feltétlen lesznek benne olyan részek, de nem javaslom egyetlen fiatalkorúnak se, hogy ezekkel szembesüljön, hogyha nem muszáj. Annyit elárulok, hogy nem szeretném, hogyha úgy tűnne, vagy bármelyik videóban úgy tűnne, hogy én úgy képzelem, hogy én most már szent vagyok, és ezért hát én innen ítélgetem meg az embereket. <coughs> hogy milyen gonoszak, milyen primitívek, milyen ostobák. Én abszolút hajlandó vagyok elismerni azt, hogy én magam milyen életet folytattam, mi az az életmód, amit választottam, és szembesülök annak a következményeivel, mint ahogyan szembesülök nap mint nap, hétről hétre. És én hálás vagyok az atyának azért, hogy adott egy lehetőséget arra, hogy újra kezdjem, és ne ott végezzem, ahol a többsége ezeknek az embereknek. A nagyját annak, amiről szó lesz ma, én megcsináltam, de ez nem azt jelenti, hogy én büszke vagyok rá, sőt, ellenkezőleg. Engem ez szégyennel tölt el, hogy én részt ebben, és azt szeretném átadni mindenkinek, hogy nem kötelező ezen átesni. Elég, hogyha az ember hallgat azokra, akik már átestek ezen, és megérti azt, hogy ez nem éri meg ez az egész. Nem csak azért, mert ezt nem nézi az atya jó szemmel, hogy ez bűn, hogy ez törvényszegés, hogy ez méltatlan ahhoz, hogy ő szeretné, hogy éljünk, hanem azért is, mert ez káros az emberre nézvést. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Ez káros fizikálisan, mentálisan, mindenféleképpen, mint ahogy mondtam, spirituálisan is. Emellett az idők során, ahogy egyre jobban megismertem ezt az utat és az Atyát, az ő elvárásait, kifejlődött bennem egy gondolat ezeken felül, amit felsoroltam: az pedig az, hogy az embernek van egy méltósága, amelyet örökölt az ő atyától, aki amit teremtünk. És persze ez csak később tudatosult bennem az évek során, nyilván nem voltam én mindig ennyire felvilágosult, és ezért is igyekszem türelmesebb lenni, meg elnézőbb az emberekkel, meg megértőbb, mert én is átestem ezeken a dolgokon. De van egyfajta méltósága az embernek, amit örökölt, és bizonyos cselekedetek, viselkedés, vagy beszéd, az nem méltó ahhoz. Ennyire bunkó nem lehet? Elkövetem én ezt még mind a mai napig, hogy hogy elcsúszok természetesen, viszont van egy határa, amin túl az ember már nem mehet, és ez a viselkedés, amit látunk a fiatalság részéről, és én különösen a nőkben látom ezt, hogy legalábbis erőteljesebben, az, az túlmegy mindenféle határon és rendkívül destruktív a társadalomra nézve. Mikor arról beszélek, hogy van egyfajta méltósága, nem csak méltóság az, ami van, hanem van egy felelősség is, amivel viseltetnünk kell, hiszen csak azért, mert most az életünk úgy tűnik, hogy alakulásából kifolyólag ez belefér ez a viselkedés, a jövőben könnyen lehet, hogy az ember visszatekintve, mint én oly sokszor másképp csinálna bizonyos dolgokat, amiket már nem lehet majd megváltoztatni. És ha valaki azt mondja, hogy ezek a képek, ezek nem illenek ehhez a témához, vagy bármihez, csak gondoljon bele abba, hogy ez ma egy parti, nem egy orgia, ez nem egy szexparti, ez ma egy buli máltán ez az, amit bárki láthat a The Sun magazinban nap-nap után, de nem csak ott, az interneten, bárhol, végtelen videó van erről, ez megy a főiskolákon, az egyetemeken, szerintem lassan a középiskolákon is, a házi bulikban. Mi? Ez teljesen normális. Úgyhogy mikor valaki azt mondja, hogy ó, ez nem illik, ez a mindennap, ez az, ami történik a világban ma körülöttünk, ez demonstrálja azt, hogy ez degenerált, mert az ember úgy érzi, hogy ez valami, ami nem normális, ami abnormális, és ez mindennapos. Ki az, aki erről tehet, ha nem az, aki részt vesz benne? A 18 éves parsmosi partizor Jesse elmondta nekem, hihetetlen a fiúk, 10-ből 10 tíz csodálatos olasz srácok vannak. 18 éves, és így gondolkodik, és így beszél. Mire ő férhez megy, ami nagyjából 30-32 év? Ki, ki az, aki normális gondolkodással azt mondja, hogy ja igen, én azt akarom, hogy ez legyen az én gyerekeimnek az anyja? Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobából, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.